Az 56-os emlékbizottság ugye azzal bízta meg a múzeumunkat, hogy olyan kiállítást hozzon létre, amely a 21. század nyelvén eléri a legfiatalabb nemzedékeket. Ez nem egyszerű, mert a mai gimnazisták, középiskolások számára 1956 nagyjából olyan távolságra van, mint a vesztfáliai békekötés, vagy az első világháború, tehát elég messze. És ezért egy olyan technológiát választottunk a kiállításunkhoz, amely most azt, hogy újszerű, ez önmagában nem jelent semmit, de hát brutális. Tehát ez a VR360-as film technológia, ez valami egészen különleges. Annyian forradalmian új ez a technika, hogy amikor mi kamerapróbát tartottunk, akkor jelentette be a Facebook, hogy ők is létrehoztak egy kamerát. Tehát azt érezte az ember, hogy a hullám tetején van, nekünk már van kameránk a Facebook, meg még csak most jelenti be. 12 darab filmet készíthettünk el. A múzeum részéről két megkötésünk volt, ami igazából mindig könnyebb egy alkotónak. Az egyik az, hogy ez a hétköznapi hősökről meséljen. Ugye ez volt az egész 56-os emlékévnek a fő tematikája. A másik pedig, hogy megszólítsa a közönséget. Amire egyrészt a VR360-as technika tökéletesen alkalmas, egy nagyon új világ, és mondom, beszív azonnal. Itt a néző igazából maga az operatőr is valamilyen szinten, maga a vágó is, hiszen ő választja ki, hogy melyik részletét nézi éppen a történéseknek. Tehát úgy kell őt irányítanunk, hogy egyrészt ne vegye annyira észre, de mégis arra figyeljen, ami a lényeg. Másrészt meg igazából ez a teljes szabadságérzete meglegyen, hogy ő dönti el, hogy mire figyel. Tehát végig lehet nézni akár a filmeket százszor is úgy, hogy mindig más aspektusát figyeli az ember. Megdöbbentő volt az élmény, amikor fölvettem én ezt a szemüveget, és belekerültem egy történelmi eseménybe, egy korszakba, és én magam is részesévé váltam az eseményeknek szinte fizikális közelségbe. Nagyon fontosnak tartom, hogy erről egyáltalán készül film, mert egy olyan üzenetet hordoz mindannyiunk számára, ami ma is nagyon aktuális és nagyon fontos. Az volt ugye nehéz, hogy mi azt úgy forgattuk le azt a vallatás jelenetet, hogy a Gosznyi Csaba volt a kollégám, a partnerem, ő is vallatott, de ő ugye akkor kiment, és akkor egyedül csináltuk meg velem azt, hogy amerre néz a vallatott, én azt a teremben mindenhol el kellett játszom többfajta képen a kérdéseket, fel kellett tegyem, és többfajta képen kellett vallassam, de improvizálni kellett, hiszen ugye a néző a vallatott, és akkor amerre nézett, akkor én ott tudtam lenni, és az sokfajta képen, sok helyen ott tudjak lenni. És akkor ezt velem megcsináltuk, az én vallatásomat, és akkor utána a Csaba is bejött, és vele is megcsinálták ugyanezt. Valami 15-20 fajta képpen mondtam el a szöveget több helyszínen a teremben. Nézzék meg ezeket a filmeket, élvezzék ezt az új technikát. Mi meg bízunk a Terrorház, a Múzeum és az 56-os Emlékbizottság részéről abban, hogy az a sok-sok néző, aki eljön ide és megnézi, az valóban egy egészen különleges élményt visz haza.